Örömteli találkozás ez minden esztendőben, ahol a korosztályok is egymásra találhatnak. Egy dolog biztosan összeköti az asztal körül ülőket, és ez a gyerekek szeretete. Az idős óvónénik sok mindent megértek ebben a szakmában, és ha maiak közül valaki szakmai tanácsért fordulna hozzájuk, bizonyosan szívesen adnának segítséget. De ez a vidám este arra is jó, hogy felelevenedjenek régi történetek. Nagyon-nagyon régi hagyománya ez óvodánknak, hogy minden évben meghívjuk a nyugdíjas dolgozóinkat. Már az elmúlt évben is azon gondolkoztam, hogy hány éve is, mert kérdezgettem régen itt dolgozó munkatársakat, de egész pontosan ők sem tudták megmondani, hogy hány éve szervezzük mi már ezt a találkozót. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép, gyönyörű hagyománya intézményünknek, és semmiképpen nem szeretnénk elhagyni, mert úgy veszük észre, hogy mindig örömmel jönnek, mindig viszonylag sokan elfogadják a meghívásunkat, és tényleg azt mondhatom, hogy nagyon idős, régi kollégák is eljönnek ilyenkor hozzánk. Szerencsére előttem dolgozó vezetőkkel úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolatom, rendszeresen beszélgetünk, és igen, előfordul, hogy egyszer-egyszer megvitatunk dolgokat, kérdezek, és megkapom a választ. Huszonnyolc évet itt Bátaszéken töltöttem el, az egyes számú napközi otthonos óvodában, majd a kettesbe, és innen kerültem szakfelügyelőnek a szekszárdi járásba, és most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy látok legalább 8-9-10 régi kollégát, akikkel nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözöltük egymást, hiszen valahogy úgy érezzük, hogy a régi óvoda az volt az igazi óvoda. Nem tudom, hogy másokban is ez az érzés kevereg, és nem csak bennem. Én szerintem a régi óvoda családiasabb volt, úgy a kollégákkal való viszony is sokkal családiasabb volt, mert kollégákkal havonta összejöttünk mindig máshol, ahol megtárgyaltuk a világ dolgait, jókat nevettünk a bal lépéseinken, nevettünk a jó lépéseinken, tehát valahol sokkal családiasabb volt, összetartóbbnak látom én, mint ahogy most, és most nagyon jól esik, hogy itt lehetünk ezen a találkozón. Mit is tudnék én mondani azoknak az óvónőknek, dajkáknak, akik mondjuk amikor én 3 éves voltam, megfogták a kezem, kivettek édesanyám kezéből, bevezettek a csoportszobába, és mondták, hogy tessék elmenni nyugodtan, mondjuk, ami majd vigyázunk rá. Mit tudnék mondani azoknak az óvónőknek, akik tojásba tették a kezemet, amikor rátenyereltem a forró kályhára, hogy enyhítsék a fájdalmamat, vagy amikor éppen rossz kedvem volt, vagy összevesztem a pajtásommal is, és hát megbékítettek bennünket. Vagy mit tudnék mondani annak az óvónőnek, aki amikor már kijöttem az óvodából, és esetleg kisiskolásként arra hexextem a Kossuth Lajos utca óvoda irányába, és akkor mondja nekem, hogy hát de megnőttél, Robikám. Aztán néhány év múlva, amikor már középiskolába jártam, és ráköszöntem, hogy csókolom óvónéni, akkor a csodálkozva nézett rám, hogy hát vajon ki ez a fiatalember, ismerhetem valahonnan, hiszen azóta már számtalan generáció kiment a keze alól, és akkor egy kis idő múlva méreget, és mondja, hogy hát azt hiszem anyádat talán ismerem, és akkor te talán ő lehetsz, és akkor mondom, igen, én vagyok. Aztán fiatal felnőttként esetleg kollégaként dolgoztam, mint Zsuzsival, éveken, évtizedeken keresztül. Hát szerintem más nagyon nem lehet mondani, mint azt, hogy köszönöm. Szinte minden óvodai rendezvényünkre meghívjuk a régi kollégákat. Úgy gondoljuk, hogy azért ennyit mindenképpen megérdemelnek, hiszen nagyon-nagyon hosszú évet dolgoztak ők itt a városi óvodában, vagy a város óvodáiban. Nem véletlenül így november végére tettük ezt a találkozót, mert egy kicsit már összekötjük a karácsonyvárással, az adventi időszakkal, és úgy próbáljuk a környezetet is kialakítani, megteremteni, hogy ezt a meleg, barátságos, szeretetteljes légkört sugározza számukra. Én nagyon szívesen segítenék, hogyha érdeklődnének, és azt mondanám, hogy legfontosabb a kollegális összetartás, az egymás tisztelete, szeretete, becsülete, és ezt tudnám nekik ajánlani ahhoz, hogy jó közösségé tudjanak kovácsolódni. Az idősebb óvónénik sokszor mosolyognak, amikor egy saját egykori óvodásuk hozza a csemetéjüket.
Ez a szakma szépsége, hogy generációk felnevelésében vállalnak szerepet. Az oviban pedig minden évben visszavágják azokat, akik évtizedekig tették a dolgukat, neveltek, meséltek, vagy vigasztaltak, ha arra volt szükség.